Sziasztok, ez a New England Patriots az Én Szememmel blog újabb podcast adása, ezúttal is Csonka Peti a vendégünk, és ahogy legutóbb ígértük, a draft beharangozóval foglalkozunk így 2-3 nappal a Las Vegas-i vagy Goodell pincei esemény előtt. Posztonként fogunk sorba menni Petivel, és mind a kettőnknek a lehetséges píkjei fel vannak írva. Részletesebben nem fogunk belemenni a játékosokba, hogy minden játékosnál nem említjük meg, mi az előnye, mi a hátránya, vagy mik az erősségei, mik a gyengéi. Igazándiból arról beszélünk majd, hogy milyen terveink vannak ezekkel a játékosokkal. Peti, látom nálad Tua első körös választásunk lehet. Milyen meglátással írtad, hogy gondolod, hogy meg tudjuk szerezni, csúszik, vagy feltrédelünk érte? Ezt oké, én is üdvözlök mindenkit. Hát Tuát elsősorban azért írtam be, mert vannak olyan pletykák, hogy ugye a csapatok orvosián megbukott, legalábbis több csapatnál, és simán benne van, hogy csúszik egy keveset, mindenképp fel kéne mozogni érte, én úgy számolok vele. Meg igazából ő volt az egyetlen olyan irányító, akiért én szívesen adnék első kört. Nyilván Joe Burrow-t leszámítva, de hát szerintem vele nem érdemes számolni. Jövő évi elsőt is adnál? Mert ugye az ideivel nem biztos, hogy olyan nagyon... Tehát a hát, csomó három körösünk, meg az egy első körössel sem biztos, hogy 10-be vagyunk, vagy nem tudom, hogy számolgattad ezt. Tehát biztosan kellene jövő évi pikket is adni. Jövő évi első kört azt azért nem szívesen, akkor inkább maradnék a helyemen, és hogyha kiderül, hogy Steedem gyenge, akkor inkább azzal a pikkel húznék valakit. Amúgy egyébként látsz olyan rációt, hogy jövő évi első kör nélkül annyit csúszton túl, ahova még fel tudunk menni? Vagy hogy számoltál, hogy mi az a pozíció, ameddig lecsúszhat? Hát én most úgy számolok, hogy a Dolphins kiviszi Herbertet, legalábbis én nem látom, most a hírek alapján én nem látom, hogy ott Tua lenne a pick, és igazából akkor én azt gondolom, hogy a Chargers-ön múlik minden. Hogyha ők tovább engedik, akkor szerintem simán kicsúszhat a top 10-ből. Tehát, hogy a 15. hely környékére. Igen, hát ahhoz viszont tényleg nem kell, ahhoz nem kell jövő évi pick. Igen, és ebben az egy esetben tudom elképzelni, hogy ő érkezzen. Ők most valószínűnek tartom, hogy a Chargers kihúzza őt, igazából szinte minden húzásuk arra utalt, hogy ők Tuára mennek. Nagyon különbözik most a két lista, annyit előjáróban elmondhatok, hogy a többi posztnál azért komoly átfedések is lesznek. Annyit már az előzetes beszélgetéseknél, vagy illetve legutóbb elmondtál, hogy annyira nem lelkesedsz Lávér, és Eason sem látom a listádon, ezek szerint ő sem egy túlzottan favorit nálad, ellenben Hurts felkerült. Milyen lehetőségeket látsz a Hurts From duóban, milyen potenciál lehet bennük, illetve Gordon mind a kettőnknél a negyedik körnél szerepel. Nálad az 5-6-7. Kört, az úgy így írtam föl, de az 5. és a 7. kör között szerepel nálad ez a három ember, tehát nem konkrétan az 5. körbe Stanley, hanem az 5. és a 7. kör között a Stanley Morgan McDonald trió, ezt azért elmondom a nézőknek, a diát nem volt feltétlenül annyi időm megszerkeszteni tökéletesre. Leginkább azért érzem én ott Hurtsot és Frommot esélyesnek erre, mert ugye kikerült ez a scouting utasítás, vagy itt a Daniel Jeremiah rakott ki Twitterre, hogy miket kapott Belichicktől, és az irányítók kapcsán azt írta le, hogy fontosabb a pontos passzolás, és azt, hogy vigyázzon a labdára, mint hogy erős karja legyen. És én itt emiatt gondolom úgy, hogy Love nem igazán felel meg annak, amit a Patriots elvár az irányítóitól, ahogy Eason-nél is ez volt a fő indok, őt még talán el tudom képzelni. Én Love-ot kizárnám a diskurzusból, hogy benne nem látom azt, hogy Patriots irányító legyen belőle. Ugye, tartod azt az opciót, hogyha 1-23-nál ben van Love, akkor jönnek, és elcseréljük a picket?
Én ebben látok rációt. A Colcot el tudom képzelni simán. Hogyha... Már csak azért is felhozom ezt az opciót, mert mielőtt az elkapókra érünk, annyit még a running back-eknél kifejthetnénk, hogy nálad azért nem szerepelt név, mert a korai körökben nem vársz, és a hátsó körökről meg nyugodtan mondd el a véleményed. Igazából tényleg ez, hogy én nem látom, hogy az 5.-6. kör előtt mi running back-et húznánk. Valószínű, vagy érkezik ott leghátul valaki, vagy undraftedként, aki megkapja majd az előszezonban a futások nagy részét. Ezen kívül én ott nem látok most olyan opciót, hogy húzunk egy korai pick, egy running back-et, vagy a Damien Harrisből még nem láttunk semmit. Igen. Én mondjuk az AJ Dillon picknek azért tudnék örülni, mert egy olyan szegmensben egészíthetnék ki ezt a futóegységet, amiben jelenleg talán gyengébbek vagyunk. Nagyon nagy potenciált nem áldoznék rá, hogyha Belichick cserélget a harmadik körösekkel hátrafele, és szerválunk belőle negyedik, ötödik körös pikkeket, és Dillon még ott elérhető, akkor mondjuk egy Burkhead csere folyamányaként egy Dillont el tudok képzelni. Amennyiben egyébként az összes futónk megmarad, tehát a Michel, Burkhead, Harris White, négyes is, és őt mondjuk Bolden, mind az öt futónk megmarad, akkor teljesen felesleges running back-et hozni, akár benn van az ötödik körbe AJ Dillon, akár nincs. De amiért a pikkeket, illetve az 1/23-as cserét felhoztam, az például az elkapósor, hogyha hátrafelé cserélünk, akkor azért nem kell feltétlenül kétségbe esni elkapó fronton, mert ahogy bár ezt beszéltük, nagyon mély ez az idei klassz, és hát itt azért már több névben is egy húron pendülünk. Tudnál örülni első körös elkapónak? Hát, hogyha az első öt elkapóból jön valaki, tehát nem az első öt helyen, ugye nyilván Lamb, Judy, Ruggs, Justin Jefferson, és még én Denzel Mims-et odaraknám, közülük egyébként bárkinek örülnék. Nyilván ebből a háromból, vagy ebből az ötből három esélytelennek tűnik. Én a Ruggs-ot azért írtam csak be, hogyha valamilyen oknál fogva ilyen 18-19. Helyen még nincs kiválasztva, akkor azt el tudnám képzelni, hogy érte egy-két helyet felmozogva megkaparincsuk. A Lamb Judy duo az nálam esélytelennek tűnik, hogy még benne legyen, akkor nem tudom, nálam te, hogy is, nálam számom. Is igazából ők szerintem benne majd mind a ketten kimennek a top 10-ben, de a top 15-ben biztosan. Tehát, és igaz, azt te se érzed reális opciónak, hogy 15-ön belülre cseréljünk egy elkapóért? Nem gondolom, maximum a saját helyünkön fogunk első körben elkapót húzni, vagy tényleg, ahogy említetted, hogyha a Ruggs lecsúszna, akkor 20-on belülre mehetünk akár. És a Mims Jefferson duó akkor nálad 1/23 már az reális elképzelés. Igen. Nem húznád a szádat, hogyha ez lenne. Nem, abszolút nem. Mind a kettőket nagyon kedvelem. Ugye Jefferson szerintem a mi rendszerünkben remek játékos lehetne, Mimsnek pedig van egy ilyen különleges sebesség és magasság kombinációja, nem egy rossz rootrunner, szóval én abszolút örülnék nekik. Mi van akkor, ha 1/23-ra jönnek Lávér, és mi pedig kifarolunk a második körbe, akkor a Pittman picknek, tehát annak örülnél jobban, vagy esetleg másnak? Hát, hogyha ott elkapót kell választani, akkor én azért még mindig a Brandon Ayukot húznám be. Előrébb van nálad, mint Pittman? Igen, én Pittmant talán harmadik körös picknek írtam fel magamnak, de valószínű, hogy második körben ki kell húznunk, hogyha őt akarjuk. És azért van előrébb Ayuk, mert Pittman nekem nagyon hasonlít Harryhez, és nem feltétlenül látom, hogy két ugyanilyen elkapóra van szükségünk, inkább valakire, aki jó a szeparációban is, és el tud szakadni. Az 50-50 labdákat inkább azt mondom, hogy hagyjuk meg Harrynek. Igen, tehát a második körünk úgy lehet, hogyha az első körből hátra mozgunk, és kapunk érte második kört, vagy Joe Tunier,
második körös pikket szerválunk, vagy első köröst, és azt cseréljük. Tehát igazándiból, tehát nagyon ezek a felírásaink már eleve egy tréd alapját képezik, amikor a második körbe elkapót várunk. Ha a második körbe elsőként álljuk érkezik, annak örülsz, és előtte nem választottunk? Vagy akkor azért azt mondod, hogy az nem egy jó kezdet? Én tudnék örülni ájuknak. Igazából én mindenhol abban gondolkozom, hogy tehát olyan értéken jöjjön, ami számomra úgy nagyjából reális. De nagyot ne ricseljünk érte. És szerintem ájuk a második körben elég jó értéken van, úgyhogy én nem húznám rá a számat. Tehát sőt, több mokban első kör végén is olvasható. Igen. Meg nagyon sok embernél ott van az öt legjobb elkapó között, nálam hatodik jelen pillanatban. Harmadik körben Van Jefferson a közös pont és Claypool, illetve nálad már feltűnik Mooney, aki nálam egy kicsit sleeper, tehát nem dőlnék a kardomba, hogyha harmadik választásunk a harmadik körben az Mooney lenne, de reménykednék benne, hogy benne lesz még a későbbi körökben, ezért én az ötödik körre írtam őt fel. Viszont nálad az ötödik kör utánra van egy megbújó sleeper Ernest Edwards személyében, róla mondanál pár szót? Hát igen, Ernest Edwardsot úgy sikerült megtalálnom, hogy amikor Darnell Mooneyt nézegettem, akkor írták nagyon sokan, hogy az Ernest Edwards hozzá egész hasonló játékos, és ő ugye az egyetemi másodosztályban játszó, mainben játszott, így eléggé alulértékelt, és nem sok bordon van ott, de nekem tetszett, amit tőle láttam, és hogyha nincs is meg az a sebessége, mint Darnell Mooneynak, egy hasznos playmaker lehet szerintem nálunk, mindenképp kell sebesség ebbe az elkapó sorba, mert láttuk, hogy tavaly se nagyon tudtak elszakadni, és egyébként az Ernest Edwards hozhat egy ilyen pontot a játékunkba. És ugyanezért írtam fel Quez Watkins-t. A Van Jefferson pick az már szólhatna egy Edelman visszavonulásnak? Igen, Jeffersonból kinézem, és nem maradt KJ Hill. Az ő pikje is. Ugye őt húznánk be, azt is ennek gondolnám, hogy ő jönne Edelman utódnak. Azt hiszem, hogy negyedik körre írtott te is KJ. Igen. Hát a harmadik kör végén, negyedik kör elején én őt úgy gondolom, meg esetleg Lynn Bowden a Kentuckyból. Ugye ő is egy igazi playmaker, aki volt running back, elkapó, irányító, szóval játszott ő ott mindent. Edelman 2.0, igen. Már csak cornerback nem volt. Szóval ezeket a játékosokat, akik elsősorban a slotban lehetnek jók, mindenképp úgy érzem, hogy Edelman utódjának hoznánk. Nagy szansz van egyébként Mooney draftjára, hiszen a már emlegetett elitligás GM játékba Kapland és Bowen után ő lehetne az újabb játékos, aki közös pont nálam és Bill Belichicknél, hiszen idén én őt ledraftoltam, tehát akár komoly összeget is lehet rátenni, hogy az öreg kifigyelte ezt a move-ot, és behúzza az elkapót. De hát menjünk át arra a posztra, amire nem nagyon tudtunk dűlőre jutni a múltkor, hogy milyen tervek, vagy milyen ötleteink lehetnek. A nevek között nagy különbség nincsen, a poszt, vagy a köröknél egy minimális eltérés van nálad. Trautmann és Eziezi van a második körbe, talán még Matt is így volt felírva. Ja, nem, bocsánat, mindenki úgy volt állat felírva, hogy második és harmadik kör között. Igen. Második igen. És harmadik kör között, igen. Na, én megmondom, a Frankót a harmadik kör előtt nem szeretném, hogy tight end érkezzen, mert az csak azért nem szeretném, mert akkor ugye, amit az előbb is mondtam, hogy az első körből visszacserélünk a másodikba, és ott az az első választásunk, hogy tight endet húzunk, annak én nem nagyon tudnék örülni. Ha egy Joe Tooney tréd után kapunk egy második kört, vagy egy elsőt, amit aztán elboltolunk, és húzunk 1/23-ra, úgy azért annyira nem bánkódni. De úgy, hogy az első választásunk a 2020-as drafton egy tight end legyen a második körben,
ebből a felhozatalból annyira nem tetszene. Tehát tudnánk több jobb játékost szerezni, mint mondjuk egy Matt Trautman duó, aki nálam is előrébb van. Még Hopkinszal is még úgy vagyok, hogy oké, még Hopkins is, és nyilván az Aziazinál sem mondom azt, hogy úristen, milyen birkaságot követtünk el, mert tökéletesen beleillik ebbe a négyesbe, ami nálad is fel van sorolva, de én nem nagyon vagyok megelégedve a Titan felhozatattal, és mondom, csak ezért nem írtam második kört, mert akkor lehet, hogy az az első pickünk az idei drafton. Igen, én is hasonlóan érzek, nagyon nem szeretném, hogyha Titanre lőnénk ez az első választásunkat. Egyébként nálam azért a befutó ebből a négyesből, leginkább azért, mert nála benne van, hogy a harmadik kör végére, negyedik kör elejére csúszik, és ott én már őt azért csípném, tehát egy harmadik körös játékosnak gondolom. Esetleg egy olyan forgatókönyvben tudnám elfogadni a második körös Titan húzást, bár kicsit akkor is húznám rá a számat, hogyha valaki úgy jönne fel az első kör végéből, hogy adja az első körét, a másodikat, mi pedig ugye odaadjuk az 1/23-at, és mondjuk a 3/100-at. Tehát, hogy csak csökkentjük a különbséget ugye az első két pickünk között. Egy ilyen trade esetén el tudnám fogadni azt, hogy a második kör végén húzunk egy tight endet. Minden más esetben azért nem örülnék neki. Nézzük akkor a támadó falat, ahol ugye vannak kérdőjelek, eleve már többször utaltunk itt Joe Tooney, hosszabbítás, franchise tag, csere, ördögi háromszögre. Van egy David Andrewsunk, akivel ugye probléma lett, de majd most hirtelen nem is tudom, hogy megcsináltam-e a gárdos táblát, úgyhogy lehet, hogy majd itt kell beszélnünk róla. Igen, nem csináltam meg, tehát itt még a gárdokat akkor említsük majd meg. A tackle-öknél a Jones az első kör végén az egy reális opciónak tűnhet, szerintem. A Barchnál én kicsit többet látok bele, úgy látom, hogy a második kör végén el tudom őt képzelni. A harmadik körben pedig a Pert az, aki nálam elképzelhető választásnak tűnik. Ha nem választunk senkit, akkor a Murphy-t, Kyle Murphy-t a hatodik körben, ha még benn van, a PFF nagyon szerette, a többi bordon annyira nem olvastam előre. Nála Charles neve bukkan még fel a teklők között. Igen, igazából Barchot azért írtam a harmadik körbe, mert szerintem ő ott még elérhető lesz. Ugye azért ő is másodosztályú egyetemről jön talán, és nem feltétlenül fognak annyira ugrálni érte. Ő is inkább PFF menő. Igen, de egyébként a másodosztályban abszolút dominált. Tehát amit ugye elvársz egy alacsonyabb osztályból a draftra érkező játékostól. Charles pedig azért került fel, mert amit láttam tőle, az nagyon tetszett. Tehát amit a pályán mutatott, kérdés, hogy rajta lesz-e a bordunkon, mert őt, hogyha jól rémlik idén, talán eltiltott az LSU, vagy kirúgták a csapatból. Most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy milyen indokokkal, tehát vagy a tanulmányokkal volt a gond, vagy valami valhiba keveredett, de nála azért ott van az a red flag. Én a harmadik körben el tudnám képzelni őt, tehát a tehetsége az ott van. Kérdés, hogy mi az, amit megmerünk kockáztatni az esetében. Én a harmadik körben már tudnék neki örülni. Igen, közben megtaláltam a beszélgetésbe az interior offensive line felsorolásodat, és az első körben van egy Ruiz, ami már elhangzott ugye a múlt héten is, avval maximálisan egyet tudok érteni, elsősorban ugye az Andrews probléma okán, illetve akár a Tooney szituációt is felhozhatjuk erre. A második körben van egy Cushenberry és egy Hennessy róluk. Milyen elképzelések vannak? Igazából annyiból azért kerültek ők mindenképp Ruiz mögé, mert Ruiz ugye tud gárdot és centert is játszani, közel hasonló szinten. Univerzálisabb játékos, Cushenberry és Hennessy szerintem az NFL-ben abszolút, tehát szigorúan centerek lesznek,
ott viszont minőségi pótlása lehet mind a kettőjük David Andrewsnak. Damien Lewis, Bredesson, Biadasz és Onvenu van még. Igen, a Michigan belső O-line-t nagyon csíptem, ugye Onvenuval és Bredessonnal, meg az említett Cesar Ruiz-zal, úgyhogy ők leginkább. Biadasz pedig egy elég magas játékintelligenciával rendelkező belső falember, és én abszolút látom, hogy ő Patriots fit lenne. Ő nagyon megindult lefele az elmúlt egy hónapban, mert amikor a legelső mokkok kijöttek február után, Biadasz első kör végén is. Igen, nála talán egészségügyi okok azok, ami miatt ő csúszkál lefelé, de én egyébként most úgy érzem, hogyha most kéne fogadnom, én Cesar Ruiz-t mondanám az első körös pikkünknek. Ebben az esetben nyilván tártalan lenne a további belső volány. Most valahogy úgy érzem, hogy Ruiz lesz a pikk, természetesen, ha bent van. Ruiz-t el tudod képzelni Tuni utódnak? Vagy szigorúan centerként számolnál vele? Szerintem ő guardként is közel hasonló, vagy közel ugyanolyan teljesítményt tud nyújtani, úgyhogy simán el tudom képzelni akár Tuni helyén. Nézzünk akkor védő faljátékosokat. Ide nem nagyon vársz embert. Én azért írtam kicsivel többet, mert ahogy te is említetted, azért egy Bill Belichick a védelembe szeret hozni embereket. Nálad ez az Elliot és a hátsó körben a Williams pick, az Elliot az teljesen jó. Tehát én, ha a harmadik körben hozzunk a D-line-ba embert, és az az Elliot, akkor le a kalappal Bill előtt megint hozott egy olyan játékost, aki fantasztikusan illeszkedhet a rendszerbe, de én annak ellenére, hogy nem értenék feltétlenül egyet vele, el tudok képzelni egy ilyen Blacklock, Davidson, Gallimore triót is az öregtől. Én is alapvetően el tudnám képzelni ezt, az olyan játékosok, akiket úgy szerethet Bill Belichick, de én most úgy látom, hogy van annyi lyuk, hogy nem fogunk nagyon korai picket előni a D-line-ra. Elliotot azért írtam be, mert azért elég sokoldalú, és tényleg ő az a játékos idén a belső védőfal emberek közül, akiről ordít, hogy Patriots játékos. De nála nagyon nehéz megítélni, hogy hol fog kimenni. Nagyon sok mock draft szimulációban próbáltam őt behúzni, és valahogy mindig lecsúsztam róla. De én benne mindenképp látok egy potenciális opciót hozzánk. Annak, hát ugyanúgy vagyok vele, mint a Titannek, hogy annak nem nagyon tudnék örülni, hogy a hátra cserélünk, és akkor a második körbe hozunk egy D-line játékost, és ez az első pickünk a 2020-as játékos bőrzén, az nem tetszene. Annál az is jobban tetszik, hogyha McTelvin Egim jön az ötödik körbe, és robbant egyet 2-3 éven belül, olcsón, de az öregnél sose lehet ezt tudni. Az edge rushereknél viszont óriási felhozatal van, és rá is cuppantunk elég rendesen mind a ketten a játékosokra. Igen, én itt úgy gondolom, hogy idén mindenképp jön egy edge rusher, viszont akkorai pikkel. Ugye azért itt veszítettünk bőven produkciót, ugye Kai Van Noy személyében, és itt nagyon adná magát Zach Baun, hogyha egy az egyben Van Noyt akarjuk pótolni. Nem tudom, te mennyire látod benne. Én egy az egyben látom, azért is írtam föl én a legelső, tehát a három játékos közül a Chestonon azt gondolom, hogy nem lesz benne egy 23-ra. Tehát, hogy ő kimegy. Az Epenesa ő bent lehet, de nálunk a Baunt én jobban el tudom képzelni, már csak azért is, mert őt nem feltétlenül kellene 1/23-on kihúzni az én elképzeléseim szerint, tehát lehetőség lenne kicsit tolatni, amivel tudnánk egy kis picket szerezni még a zavarosba. Én 28-34. Hely között várom én a Baunt, és akkor azért még jöhetne egy kis pik, akár úgy is, ahogy te mondtad,
hogy a második körbe kapunk még egy pikket az első körösük mellé, és adunk mi egy harmadik körös pikket, és akkor csökkentjük a távolságot, mert az nagyon soknak tűnik, hogy a 23. helyen választunk, és a 87-en, tehát nagyon nagy a távolság ott. Bármi történik, így nem tudunk rá reagálni. És ha reagálni akarunk, akkor ugye ezt is már beszéltük a múlt héten, ha reagálni akarunk, akkor vagy össze kell csomagolni a harmadik körös píkjeinket, és avval tudunk felmenni, ezzel a második napos választásainkat limitáljuk le, vagy pedig jövő évi píket kell áldozni azért, hogy feljebb tudjunk mozogni, és abból sem a hátsó fertájból. Tehát én ezt egy reálisabb forgatókönyvnek látom, hogy kicsit hátra menni, és extra pikket gyűjteni a második napra, amivel közelebb kerülünk az első választásunkhoz. Egyébként ez érdekes, felírtam, hogy a Bounty és Uche itt a második körbe, Epenészet és Grossmatos pedig az elsőbe. Valószínűleg tartom, hogy így mennek ki, viszont nálam, vagy a fejemben pont fordítva van, Bounty és Uche a jobb játékos. Úgyhogy ott mind a kettőjüknek nagyon tudnék örülni a második körben. Grossmatos is most az utóbbi időben lódult meg nagyon, nálam még annyira nem, de a 20 környékén már kiviszik a mostani mokkokba, amiket olvastam legutoljára. Ennek ellenére, ha bemaradna a második körbe, én egyből húznám őt. Én is szerintem nem nehéz belelátni a fiatal Chandler Jones-t Grossmatosba. És akkor vannak apróbetűseink a harmadik körtől lefele, ahol azért széles a szórás közöttünk, de a hátsó köröknél azért vannak egyezések, a sleepereknél, ugye eleve van egy Tyson renderünk, akiről a pets.hu cikk is született, hogy Bill Belichick személyesen nézte meg, és ez egy óriási esemény volt már ott magában a környéken is. A Michael Dana pedig, most mondhatnám megint, hogy van Petsport-hús kötődése, de az ugye nem fedni a valóságot. Szóval ő egy nagyon nagy PFF menő játékos, mert ilyen 400 fölötti CBS draft bordszámmal rendelkező játékosról beszélünk, viszont a PFF-en meg 150-en belül van. Tehát létezhet egy olyan opció, hogy a hetedik körös pikeinkkel, amivel nem nagyon oszt, nem szoroz, hozunk egy olyan projekt játékost, akiben nagyobb potenciál is lehet, mint amit elsőre látunk. Igen, igazából akiket itt felírtunk hátra, hátsó körökben, ők mindannyian projektek, viszont lehet látni, hogy miért is, hogy lehet látni egy helyet nekik a rotációban. Tehát nyilván azonnal nem lesznek kezdők, de akár első évben tudnak hozzátenni, vannak olyan adottságaik, és egyébként még itt a negyedik körben akartam, vagy a negyedik körben írtam be a Highsmith-et, aki ugye szintén alacsonyabb osztályú egyetemről érkezik, viszont én akár benne is látok egy Vannoy pótlékot, nem is az első évében, de a másodikban már mindenképp, és ami miatt én őt mindenképp felírtam, az a special team értéke, tehát hogy mind a négy special team fázisban szerepelt a Charlotte-ban. Szóval nem lennék meglepve, hogyha Bill Belichick látna benne fantáziát. Nekem amúgy a co-pick is tetszik, de mondjuk az ötödik körre szimpatizálnék jobban, mint a negyedikkel, de gyakorlatilag itt bárkit kihúzunk ebből a névsorból, nem nagyon húzhatjuk a szánkat szerintem. Hát, igen, igazából mindenki. Nézzük a linebackereket. Itt megint én azt gondolom, egyrészt szűkös az a felhozatal, amire nekünk szükségünk van. Nincs az a hatalmas tolongás, mint az edge rusher poszton. A Quint azt tudom, hogy a méret miatt nem írtad, gondolom. Igen. Igazából nála az a kizáró. Egyébként ő az Isaiah Simmons után a kedvenc linebackerem. Hogyha Isaiah Simmons lehet linebackernek nevezni. Ha ő inkább a svájci bicska. Igen, ha Murray-ben van 1/23-on, és mi jövünk, akkor mi legyen a sorsunk? Kihúzzuk, vagy húzzunk mást, vagy menjünk hátrébb? Hát, mennyire érzed azt, hogy linebackert kell hozni mindenre? Én nagyon sokáig gondoltam úgy, és vültem ezen a bandwagonon, hogy ide Kenneth Murray-t 1/23-on. Aztán elkezdtem nézegetni hátsóbb körös játékosokat, és most én azt mondanám, hogy engedjük tovább Murray-t, tehát vagy cseréljünk le,
vagy húzunk mást, hogyha van olyan értéken. Méghozzá én egyébként Logan Wilson miatt gondolom így. Tehát ugye említettem Elliottnál, hogy ordít róla, hogy Patriots játékos, Wilsonnál is ugyanezt érzem. Tehát nagyon meglepődnék, hogyha a második nap végén nem nálunk köt neki. Tehát, hogy a másik, hogy a szombatra úgy fordulnánk, hogy Logan Wilson nem Patriots játékos. Igen. Én mondjuk a Harrisont is adnám nagyon, tehát ő... Ő is abszolút megfelel minden követelménynek, amit elvárunk egy linebackertől. Igen, az előbb az edge rushereknél is, itt a linebackereknél is van egy olyan játékos, akit a GM játékba behúztam, tehát készüljünk egy Curtis Weaver és egy Davis Gator pickre Bill Belichicktől, de ahogy látom, Davis Gator nálad is fenn van, ő abszolút egy harmadik körös, majdnem minden mokban, nem nagyon tudom, hogy volt-e feljebb, talán nem is biztos. Nem nagyon láttam én se. A harmadik körben, hogyha nem tudjuk Wilsont megszerezni, akkor Davis Gatorrel is teljes mértékben elégedett leszek. G, ha jön hozzánk, azt el tudod képzelni, hogy Belichick húzzon egy ilyen red flag-es játékos? Hát, azért Hernandez óta nem sok ilyen játékos jött, és ugye most legutóbb Antonio Brown-nal, ahogy befüröttünk, lehet, hogy most ő úgy van vele, hogy elég volt. Igen. Tehát a negyedik körben leginkább Marcus Bailey-t tudom elképzelni. Nézzük a cornereket. Itt egyrészt nem írtunk túlzottan sok nevet, másrészt akit írtunk, az nagyon egybecseng, és létezik, hogy draftolunk magasan? Te ugye beírtad Denzlert, de létezik ilyen opció, hogy Belichick megint a secondary-be húz embert? Hát gondolnám, hogy nem, de soha nem lehet nála tudni. Tehát azt gondolom, hogy nincsen draftunk corner pick nélkül, és hogyha úgy alakul a board, akkor én el tudok képzelni egy Denzler picket, hogyha arra gondolok, hogy Jason McCourty és J.C. Jackson szerződése is lejár jövőre. Nem tudom, hogy Jovan Williams-el mi a cél. Stephon Gilmore pedig, hát azért ő is korosodik, és Denzler nálam abszolút ilyen Patriots játékosnak tűnik. Úgyhogy, nekem egyetlen egy bajom van a második. Ebből a második, harmadik körös corner húzással egyetlen egy bajom van, hogyha valahogy fel kell áldoznunk egy harmadik körös picket, hogy feljebb mocorogjunk, akkor nem nagyon marad itt muníció, és akkor meg előtte nem húztunk ember túlzottan sokat, tehát hogyha mondjuk a negyedik választásunk ezen a drafton cornerback, akkor az nálam még úgy le tudják nyomni a torkomon. Nyilván nem fogok hőzöngeni, hogyha előbb is jön cornerback, de Belichick pontosan tudja, hogy mit csinál, nem vagyok abban a helyzetben, hogy megkérdezzem, sőt szerintem senki sem, de az én szimpátiámat nem nyerni ezzel. Ellenben, hogyha a hátsó körbe hozunk projektjátékosokat, akikbe nagyobb potenciál van, és ez kijöhet, nálunk esetleg a secondary-be ezt ki tudják hozni, hiszen itt a Butler, G.C. Jackson, Jonathan Jones lecsorolni a neveket, akik kinőtték magukat az évek alatt a edzői munkának hála, akkor én jobban örülnék egy ilyen hátsó körös választásnak. Én is, már csak azért is, mert ha megnézzük, kiket húztunk a második, harmadik körben, igen, és kik jöttek hátul, igen, akkor inkább maradjunk a cornerback kukázásnál. Tehát például ugye látom Nádi szerepel Pernell Motley, de én még Neville Clarkot írtam fel, akinek azért minden adottsága megvan ahhoz, hogy egy ilyen man-to-man cornerback legyen belőle. Csak hát a technikáját fejleszteni kell, szóval nálam is ők ketten, akikből ezt nézem ki, hogy akár hozzánk kerülhetnek. Na és akkor megint egy Kánoánnal teli poszt az edge rusher után, a safety-nél. Azt gondolom, talán biztosak lehetünk benne, hogy safety-t választunk az idei drafton, erre elég nagy tétbe lehetne fogadni. A nevek is nagyjából egybe csengenek, Winfield és Davis van nálad egy körrel előrébb, de ezt is beszéltük a múlt héten, hogy te már az első kör végén el tudod őket képzelni, sőt, Ashton Davis fan vagy, tehát akár még, igen, magasabban is. Én inkább a második kör első felébe tudnám őket elfogadni. A többiekkel pedig nagyjából megint egyetértünk. A Gilman egyébként szintén egy olyan PFF menő játékos, aki egyébként, meg a Stone is, aki ilyen Kari Willis karriert futhat be, ő harmadik körül húzta a Colts, ha jól tudom, tavaly, annak ellenére, hogy minden bordon hetedik körös vagy UDFA volt.
Igen, egyébként van mind a két játékosnak, mind Gilmannek, mind Stone-nak vannak olyan pillanatai, amik alapján nagyon tetszetősek, és van bennük potenciál. Így, hogy egyébként nem maradunk a nagyobb nevekről, akkor őket így szeretném nálunk látni, tehát valamelyikőjüket. Fejtsd ki, légy szíves, az Ashton Davis fóbiádat, hogy akár nagyon magasan is el tudod képzelni. Én leginkább azt látom benne, hogy ő egy elite free safety lesz a ligában, tehát egyszerűen olyan területet képes bejátszani. Ugye korábban gátfutó volt, nyert is elég komoly versenyeket, tehát kaliforniai bajnok volt, nagyon atletikus játékos, elég magas a játék intelligenciája, azt látom rajta tényleg, hogy nem fél oda menni, megcsinálja a tackle-t, talán egy icipicit alulméretezett, de azért annyira nem lesz benne a darálóban ő a profik között, tehát egy igazi mélységi safety lehet belőle, akiben egyébként én látok akár Pro Bowl vagy All Pro potenciált. És egy nagyon, nagyon tetszene, hogyha ő lenne a Devin McCourty utódja, az első szezonjában pedig egy az egyben átveheti Duron Harmon helyét. Tehát azt mondod, hogy 1/23 ben van Ashton Davis is, és McKinney is, akkor inkább Davis? Én neki jobban örülnék. Nincsen bajom a McKinney-vel, de én most kevésbé látom azt, hogy az ő játékára szükségünk van. Nagyon közel vannak ők egymáshoz, de McKinney előtt telítettebb a poszt, még egy ilyen igazi single high safety nem igazán van. Én annak is örülni tudnék, amit már múlt héten is mondtam, és amit ismételten el tudok mondani, a GM játékban is csináltam, én hátra trédeltem 1/23-on, igaz, hogy nem a Patriots-szal vagyok abban a játékban, de ugyanúgy 1/23 volt a pikkem, hátra trédeltem, és a második kör közepén megkaparintottam magamnak, ezt akár Bill Belichick is követheti, tehát nagyon sok olyan játékost ki tudtam választani, akiket fel tudtam írni erre a listára. Nagyon remélem, hogy legalább egy-kettőt közülük az öreg is megcsíp a csapatba. Még annyi, hogy van egy poszt, ahol ugye Gostkowski távozásával üresedés van. Blankenshipet mind a ketten felírtuk. Ötödik kör reális? Vagy akár még a negyedikben is el tudod képzelni? Hát ugye, hogyha megnézzük, hogy a korábbi special team pikjeink hol jöttek, ugye Gostkowski negyedik kör, Meskó negyedik kör, Jake Bailey ötödik körös volt, szóval negyedik-ötödik kör környékére gondolom Blankenshipet. Hogyha rádövünk el egy ötödik kört, akkor igazából nem fogok nagyon panaszkodni. Tehát az is lehet egy reális terv, hogy az egyik harmadik köröst negyedik és ötödik körösökre váltjuk, igen, és ennek a fő oka az lesz, hogy be tudjuk húzni a rúgónkat. Igen. Tehát, hogy a Blankenship megoldja 10-15 évre a rugó problémát, akkor én azt mondom, hogy jó helyre ment az a pick. Két kérdéssel zárjuk akkor a mai podcastot. Az első, választunk az első körben, vagy nem? Szerintem választunk, nekem ez a megérzésem. Helyünkön, vagy hátrébb megyünk? Szerintem hátrébb megyünk, de ugye nyilván nem cserélünk így ki. Igen, és ki lesz ez? Cezáru ízt mondanám jelen pillanatban. Egyet értek. És hova megyünk hátra? Én most a Packers-t néztem. 30? Ki. 30-ra, ugye, hogyha abban gondolkozunk, hogy ott előttünk lehet egy nagy elkapórán, és akkor nekik, hogyha kell elkapó, akkor oda ideális feljönniük, akár hogyha a Saints-et akarják megelőzni linebackerért, akkor is ugye adja magát ugye a mi helyünkre, és esetleg azt se zárnám ki feltétlenül, hogy QB-t húznak, tehát akár egy Jordan Love-ért. De azt tartom a legkevésbé esélyesnek, hogyha most tippelem ki, akkor 1/30 Cezáru íz. Ez teljes mértékben számból vetted ki a szót, úgyhogy ezt én is így gondolom. A draft után elméletben Wyatt is csatlakozik majd hozzánk, és akkor hármasban megnézzük, mennyire váltak be a típjeink, kik érkeztek a csapathoz, ők milyen erősítést jelenthetnek, és hogy alakulhat az érkezők fényében a roster. Vállalod a felkérést? Igen, vállalom. Akkor találkozunk a draft után, addig is mindenki szorítsa keresztbe az ujjait, és szurkoljon annak, hogy a kedvencei ide kerüljenek hozzánk.
próbáljuk meg agyvérzésmentesen túltenni magunkat a drafton, és kevés bosszankodással, mert a jó öreg Billnek úgyis sokkal nagyobb rálátása van a dolgokra, meg a saját elképzeléseire, mint nekünk. Mindenkinek jó szórakozást kívánok a drafton, Peti, neked pedig köszönöm szépen, hogy ismét itt voltál velünk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Sziasztok!